A tartományi mezőgazdasági titkárság támogatásával indult internetes oldalra 12 regionális pontból érkeznek be az adatok, többek között Szabadkáról. Eddig még nem sikerült ilyen magasabb szintre emelni az előrejelzést. Az emberek össze vannak kötve, tehát vajdaság szinten a koordinátorok, mint amilyen én is vagyok, össze vannak kötve. A hírek egyik állomásról a másikra is terjednek, úgyhogy a termelő egy betekintést kaphat abba, hogy mi történik valójában a természetben. A termelők megtudhatják, hogy jelenleg milyen kórokozók, betegségek, gyomok veszélyeztetik a haszonnövényeket körzetükben, valamint aktuális agrotechnikai intézkedéseket is javasolnak nekik a szakértők. A kötelezettségünk, hogy minden héten adatokat, frissítsük az adatokat, mivel a természet kiszámíthatatlan, ezt nem lehet úgy, hogy egy hetente egyszer bevisszük az adatokat, hogyha van valami aktuális, akkor a hétközben is. Ha megjelenik a fertőzés veszély, mondjuk rá varasodásra, akkor a termelőknek mindjárt kell szólni, kell figyelmeztetni őket, és akkor meg kell csinálni a megadott lépéseket, amit a szakszolgálatunk majd felsorol. A növényvédelmi honlap címe www.piszfolyvodina.com. Azt tervezik, hogy a websájton kívül egy hasonló telefonos szolgálatot is indítanak.